Sok szeretettel köszöntöm a média megjelent munkatársait, a televízió nézőit. Nagy örömömre szolgál, hogy Kiskunvalason köszönthetem Kontrát Károly államtitkár urat, és itt van körülben Bányai Gábor képviselő úr is, aki a körzetünk képviselője, és hát itt a népszavazással kapcsolatban fogunk este tartani egy lakossági fórumot közösen, ezzel kapcsolatban egy kis előzetes gondolatokat kérnék az uraktól, hogy osszanak meg velünk, és én adnám is tovább a szót. Köszönöm, lehetőséget, államtitkár úr. Köszöntöm is a tisztelt munkatársakat, illetve a tévénézőit. Eljáróban annyit, hogy azért is örülök, hogy államtitkár úr a vendégünk ma, mert hisz a legfontosabb, a migráció szempontjában a legfontosabb minisztérium parlamenti államtitkára, miniszter úr helyettese, aki mindent tud arról, hogy a térségünk mekkora terhet vállalt és kapott, illetve kapott az elmúlt másfél esztendőben a migráció súlyosbodása idején, és azért is tartjuk itt halasan a fórumot és együtt, mert egyrészt szeretnénk nyugtatni és megköszönni halasoknak a bizalmát és erejét dicsérni, hisz megérdemlik Kiskunvas és környéke térsége polgárai, hogy nem csak vállalom eregességet, hanem ezt ki is fejezzük másképpen. Ezen túl pedig nagyon fontos, hogy szeretnénk biztatni a honfitársainkat itt önökön keresztül is, hisz október 2-án, ha valahol tudják, hogy mit jelent a migráció, mit jelent annak a súlyossága, hogy Magyarországra rátört az elmúlt években, másfél évben ez a súlyos helyzet, ami egy globális válság része, de mi nem szeretnénk tovább részt venni, mi nem szeretnénk európai és az európai népek sírásai lenni, és szeretnénk itt Halason is és környéken is kérni a polgártársakat, a polgárainkat, hogy vegyenek részt a népszavazáson, és a jó felfogott érdekük szerint menjenek el és döntsenek, ahogy a szívük diktálja, de mi tudjuk jól, hogy a többség itt is azt mondja, hogy Magyarországot nem lehet rákényszeríteni arra, hogy idegen érdekek alapján, idegen érdekből be kelljen fogadni a kötelező kvóta alapján idegeneket, akik sem nem tisztelik, sem nem becsülik nemzetünket, kultúránkat és így a hazánkat. És ezért is tartjuk ma a fórumot itt Kiskunvason, illetve még arra kérném önöket tisztelte, hogyha van mód, akkor akár percenként játsszák le, vagy nem is tudom, hogy szabad-e ilyet persze kérni, de nekünk létkérdés, hogy az információk jussanak el minden alasi polgárhoz, hogy az ország jövője a tét, és itt nem Bányai Gáborokról, Kontrát Károlyokról, elnézést, államtitkár úr, vagy a miniszterelnök úrra döntünk, vagy más pártokról, azok szereplőiről, hanem az ország jövőjét fogjuk ma megbeszélni, és 2-án, vasárnap eldönteni. Államtitkár úr, köszönöm szépen. Én is nagy szeretettel köszöntöm a halasiakat, polgármester urat, képviselő urat, és nagyon köszönöm, hogy meghívtak ide a mai fórumra, Kiskunvalasra. És mielőtt az első mondatot a köszöntés után elmondanám, az első mondat az lesz, hogy én megköszönöm a halasiak türelmét, együttműködését, segítségét, hiszen ők a migrációs válságból nagyon nagy terhet vállaltak át, és viselnek, és én ezt az együttműködést, a türelmet, a higgadtságot, azt, hogy higgadtan kezelték ezeket a nagyon fontos és nagyon nehéz kérdéseket, a higgadtságot tanúsítottak, én ezt köszönöm. És valóban október 2-án egy nagyon fontos népszavazás lesz. Azt is mondhatom, hogy az elmúlt 26 év legfontosabb döntése előtt áll Magyarország, hiszen ez a döntés hosszú évtizedekre, akár évszázadra is meghatározhatja Magyarország, a magyar nemzet jövőjét. És ez a gyermekeink, unokáink, dédunokáink sorsára is kihatással lesz. És én is szeretném aláhúzni, hogy ez nem pártpolitikai kérdés, ez nem Fidesz, vagy MSZP, vagy Jobbik, vagy egyáltalán más párt ügye. Ez valamennyiünk ügye, ez egy nemzeti ügy, és én is arra kérem a halasiakat, hogy október 2-án vegyenek részt a népszavazáson, minél nagyobb számba. Arra biztatom őket, hogy a szomszédaiknak, barátaiknak is, ismerőseiknek is szóljanak, hiszen Halast jelentős mértékben érinti jelenleg is a migrációs válság következménye, és abba bízunk, hogy olyan döntés születik, hogy a magyar emberek többsége elutasítja
a kötelező betelepítési kvótát, és nemet mond a népszavazási kérdésre, nemet mond a kvótára. Bízunk abban, hogy meg tudjuk változtatni azokat az Európai Uniós döntéseket, amelyeket részben az Európai Bizottság, részben más európai testületek hoztak, és amelyek először 40 ezer, majd 120 ezer menekült szétosztásáról beszéltek, de most már a legfrissebb döntések felső határ nélküli létszám elosztásról, migráns elosztásról beszélnek, és a másik döntés, amit meg szeretnénk változtatni, az a családegyesítés kiterjesztése, tehát magyarán még több migránst hoznának be, osztanának szét az Európai Unióba, és a harmadik pedig a úgymond nem együttműködő országoknak a megbüntetése. Ugye azt jelenti, hogy van egy olyan Európai Uniós döntés, hogy az az ország, aki nem fogad be migránsokat, azok be nem fogadott migránsokként 250 ezer euró büntetést fizetnének. Ez a jelenlegi árfolyam szerint 78 millió forint. Egy számot mondok összehasonlításul. Az Európai Uniótól a 2016-14-20-as költségvetési ciklusban minden magyar állampolgár fejenként 1 millió forint körüli támogatást kap, tehát az 1 millió forinttal szemben a 78 millió forinttal elfogadhatatlannak tartjuk, és ezt is szeretnénk megváltoztatni. Fontos az, hogy védjük meg az országot, és ezzel a döntéssel, ezzel a népszavazáson való részvétellel és a nem szavazattal meg tudjuk védeni Magyarországot, és azt is, arra is szeretném felhívni a halasiak figyelmét, hogy ne kockáztassunk, hiszen az elmúlt 6 évben jelentős eredményeket ért el Magyarország, magyar emberek munkájának köszönhetően, és az összefogásnak köszönhetően. A pénzügyi válságból sikerült kivezetni az országot, emlékezünk rá, 2010-ben Görögországgal egy szinten emlegettek bennünket, és Görögország alóta is pénzügyi válságban van, egyik uniós mankóról a másikra támaszkodik, mi pedig stabilizáltuk a magyar gazdaságot, ez a felminősítés, ezeket a törekvéseket a felminősítések is bizonyítják, azt bizonyítják, hogy az államadósság csökkent, a költségvetési hiány csökkent, a gazdaság növekszik, a munkahelyek száma nő, a munkanélküliség visszaszorulóban van, az átlag, vagy a keresetek is növekednek, tehát van mit féltenünk, van mit becsülnünk, és ugye tehát az állam gazdaságát, pénzügyi helyzetét stabilizáltuk, az önkormányzatok adósságállományát rendeztük, kimentettük az adósságcsapdából 2012-13-14-ben az önkormányzatokat, és a családokat is megvédtük a deviza adósságtól. Tehát vannak eredményeink, és ezt szeretnénk megvédeni, abba bízunk, hogy október 2-án nagyon sokan elmennek, és mindenki úgy érzi, hogy ezzel a részvételével és a szavazatával hozzájárul Magyarország megvédéséhez. Még egy dolgot szeretnék elmondani, és ugye ez Bács-Kiskun megyeieknek, a halasiaknak nem újdonság, de mégis ugye a magyar-szerb határ, ami 174 km szakaszon van, ebből 112,7 km a Bács-Kiskun megyei szakasz, és itt a magyar rendőrök, a magyar határvadászok, a magyar honvédek ezt a szakaszt is, és az egész magyar-szerb, illetve a magyar-horvát szakaszt, amit úgy hívunk összefoglalóan a déli határt megvédik. Ugye köszönhetően a hármas védelemnek, ugye az elmúlt évben létrehoztuk a hármas védelmet, ez a, ugye a fizikai védelemből áll, a határzárba a kerítésből, aztán áll a jogi védelemből, ezt tavaly szeptemberben a parlament fogadta el, több mint 13 törvényt, ebben egy része kétharmados volt, ami lehetővé tette a honvédség közreműködését a határ védelmében. Többek között a büntetőtörvényi könyvet szigorítottuk, új tényállásokat, a illegális migrációval kapcsolatos tényállásokat hoztunk létre, a büntetőeljárási törvényt módosítottuk, lehetővé tettük azt, hogy gyorsabban bírálják el a bíróságok ezeket a kérelmeket, és létrehoztuk a tranzitzónákat, tehát ez volt a jogi védelem, és az élő erős védelem pedig azt jelentette, hogy a rendőrség, a készenléti rendőrség személyállományán belül létrehoztuk 2015. szeptember 1-ével a határvadász osztályokat. Tehát a rendőrök védik a határt, a határvadászok és a honvédek védik. Tehát ez a hármas védelem működik. Azt tudjuk mondani, hogy különösen ez év július 5-e óta, amikor is a lehetővé tette a parlament, hogy a határvonalától számított 8 kilométeres övezeten belül elfogott nem bűncselekményt elkövető migránsokat visszakísérhetik a magyar hatóságok
a kerítéshez, illetőleg a tranzit zónához, és ott eldönti a migráns, hogy vagy beadja a kérelmet, vagy pedig visszamegy oda, onnan jön. Tehát azt tudjuk mondani, hogy ez hatásos, ez a hármas védelem és ezek az új szabályok. Tehát azt lehet kijelenteni, hogy a magyar kormány döntéseinek köszönhetően, a parlament döntéseinek köszönhetően, a belügyminisztérium irányításával, a honvédelmi minisztérium együttműködésével sikerül megvédeni a déli határt, meg tudjuk védeni az országot, meg tudjuk védeni a magyar embereket, mert első a magyar emberek biztonsága, Magyarország biztonsága. De azért, hogy a kvótától is meg tudjuk védeni Magyarországot, a magyar embereket, és ettől a bírságtól is meg tudjuk védeni, ahhoz a népszavazáson való aktív részvétel és a nem szavazat szükséges. Erre kérem nagy tisztelettel a halasiakat. Köszönöm szépen, hogy meghívtak. Ha van kérdés, akkor válaszolunk. Egy megjegyzés, hogy tegyek a mellémet mondott államtitkár úr, de a politika egy kicsit másik oldaláról, magára a népszavazás intézményéről és annak védelméről. Csak a megdöbbentő élményben volt részem múlt pénteken, amikor megtudtuk, hogy a választókörzetben a minden szavazókörbe delegáltnak a pártok, akik a parlamentben bent vannak, illetve az, aki a kérdést fölteszi, két ember delegált. Jelesül a kormány tette fel a kérdést, tehát a kormánypártoknak két-két embere bent ülnek a szavazókörökbe. De megdöbbentett, hogy a népszavazás támogató és a kérdésre a nemet is támogató Jobbik nevű szervezet, a parlamenti egyik párt, egyetlen egy delegáltat sem küldött a szavazókörökbe, és az egész népszavazást ellenző MSZP viszont kitett magáért, mert legalább 30 szavazókörbe lesznek ott a megfigyelői delegáltjai, de nekem döbbenetes, hogy maga a Jobbik nem vesz ebbe a munkába részt, mint parlamenti párt nem segíti a népszavazás lebonyolítását. Ezt nem értjük. És nem csak a népszavazás lebonyolítását nem segíti, hanem annak a döntésnek a meghozatalát, amiről beszéltünk, hogy védjük meg Magyarországot, védjük meg a gyerekeinket, az unokáink, a dédunokáink jövőjét, és védjük meg az országot. Tehát itt ez a kérdés, ez a tét. Mi bízunk egyébként abba, hogy az emberek többsége ezt nem, még egyszer mondom, nem pártpolitikai kérdésként kezeli, hanem nemzetügyként, és abba bízunk, hogy a szavazás eredményes és érvényes is lesz.